Jónás és Ninive. Élt egyszer egy ember, úgy hívták, hogy Jónás. Isten kiválasztotta, hogy közvetítse üzeneteit a népeknek. Vagyis, hogy prófétája legyen. Csak hogy Jónásnak nem mindig volt ínyére a dolog. Egy napon így szólt hozzá az Úr. Jónás, eredj Ninivébe, mert amilyen nagy az a város, olyan nagy benne a gonoszság. Hirdesd lakóinak, hogy térjenek jó útra, különben minden estől elpusztítom őket. Megörült Jónás, mert a ninivei nép ellensége volt az ő népének. Jó lesz, ha elpusztulnak, gondolta magában, de ha én oda megyek és megfenyegetem őket, ilyettükben majd bocsánatot kérnek Istentől, ő pedig, amilyen irgalmas, megkegyelmez nekik. Ezért aztán Jónás nem Ninive, hanem a tenger felé vette útját. Ott jegyet váltott egy óriási bárkára. A hajó Tarzisz felé tartott. Mióta elindultam, nem szólt hozzám Isten, állapította meg Jónás. Bizonyára sikerült elmenekülnem a színe elől. De csak hamar rettenetes vihar támadt. A hajó csak úgy hánykolódott a hullámok hátán. A hajósok megrémültek, vízbe dobálták a rakományt, mert attól féltek, hogy elsüllyednek. Jónás a hajó fenekére ment, és mély álomba merült. Mire felébredek, elmúlik a vihar, gondolta. Nem sokáig volt nyugta, a hajós kapitány felébresztette. Te itt alszol, mikor bármely percben megfulladhatunk? Egyáltalán ki vagy te? Nem miattad tört ránk ez a szerencsétlenség? Akkor Jónás ráeszmélt, milyen ostoba volt. Biztos, hogy miattam küldte Isten a vihart, mondta, mert el akartam tőle menekülni. Vessetek be a vízbe, akkor lecsendesedik a tenger. A kapitány meghökkent. Nem akarta Jónás halálát, nem akarták azt a többi hajósok se, de mikor úgy látták, hogy különben mind oda vesznek, megfogadták, amit a próféta mondott, zsupsz, beledobták a vízbe. A tenger háborgása abban a percben megszűnt. Isten pedig úgy rendelte, hogy éppen egy óriási hal ússzon arra. Ez a hal, amint Jónás az orra előtt merült lefelé a vízben, kitátotta száját és bekapta. Jónás igencsak gyötrődött a hal sötét és nyálkás hasában. Szabadíts meg, Istenem! Kiáltozta szünet nélkül. Ígérem, hogy teljesítem, amit rám bíztál. Három nap és három éjszaka múlt el így. Akkor a hal a part közelébe ért, és Jónást kiköpte a szárazra. Isten akkor másodszor is így szólt Jónáshoz. Kelj fel, eredj Ninivébe, és hirdesd azt, amit mondtam. Jónás el is indult, és hosszú gyaloglás után megérkezett Ninivébe. Tüstént hirdetni kezdte. Térjetek jó útra, Ninive lakói, különben Isten mindenestől elpusztít benneteket. Akik hallgatták, hittek neki. Megbánták bűneiket böjttel, és imával igyekeztek kiengesztelni Istent. Isten pedig megbocsátott. Gondoltam, duzzogott Jónás. Isten megkegyelmezett nekik. Kiment a város határába, csinált magának egy sátrat, és az alá leült. Nagy volt a hőség, ezért Isten dúslevelű bokrot növesztett a sátor fölé. Jónás ott hűsölt. De másnapra egy kis féreg úgy keresztül kasul rágta a leveleket, hogy a bokor kiszáradt. Jónás annyira szenvedett a naptüzétől, hogy már a halált kívánta. Akkor Isten megkérdezte tőle. Azt hiszed, jogos a haragod? Azt, felelte Jónás. Erre az Úr így szólt. A bokrot én alkottam, Jónás, és én alkottam Ninivét is. Te bánkódsz a bokor miatt, pedig nem is gondoztam. Hát akkor én ne irgalmazzak ennek a hatalmas városnak, amelyben sok száz év óta lakik és dolgozik sok százezer ember? Erre bizony Jónás nem tudott mit felelni. Hallgatott, mint a hal.